Na jó. Hát akkor jó estét kívánunk mindenkinek, el is kezdenénk a tanfolyamat, csak egyrészt kicsit technikai malőreink voltak, mert meglepetések értek a szoftveres környezettel, de most jó lesz. Másrészt egy kicsit váltunk az emberekre, mert három hiányzó van, most úgy tűnik, hogy mégis csak több, de tök mindegy, elkezdjük. Ha valaki nem lett volna a bemutatkozó előadáson, akkor én Lehoczky Zoltán vagyok, Farkas Zsolt Benedek pedig a másik oktató, mi az Orcsád Magyarországi Közösségének a, mondjuk úgy alapítói vagyunk, illetve az Orcsád Magyarország alapot is mi visszük. És hát mi fogjuk tartani közösen ezt a tanfolyamot felváltva. Úgyhogy talán vágjunk is bele, de még az előkészületekhez tartozik az, egyik mindenkinek sikerült belépni a gépbe, hallgató egyébként. Persze, oké. Arra kérnék mindenkit, hogy legyen szíves letölteni az ezen a címen elérhető zip-fájlt, mivel benne van egy Orchard Source, azzal fogunk a később évben dolgozni, 10-15 perc múlva. Meg is lehet nyitni, le is lehet fordítani, stb. Ja, az remélem senkinek se baj, hogyha tegeződünk. Nagyon. Köszönjük. Akkor, akkor talán vágjunk itt bele. Először is, amire így röviden meg szeretnénk ismertetni benneteket, az Orchard ekoszisztéma, tehát hogy hol mi található. Ez ugyan néha triviális, de mégiscsak nézzük át, hogy melyek azok a webszínek, ahol elérhetők az egyes források, hogy a későbbiekben ezen biztos, hogy ne kelljen gondolkodni. Úgyhogy... Folytasson. Innen akkor átveszem. Tehát akkor Orchard ekoszisztéma. Ugye van egyszer is, először is az orchardproject.net, ugye ez a remélem már mindenki találkozott vele, meg a .hu-val is, ami nagyszerű munkák gyümölcse. Emellett ugye nagyon fontos szerepe van a Codeplexnek, mivel hogy ugye az Orchard Open Source, és ott van hostolva. Ezen belül ugye a discussion boardnak és az issue trackernek. Tehát ugye a discussion boardban lehet ugye kérdéseket feltenni, azokra válaszolni, hogyha tudjuk a választ, ez egy nagyon jó dolog, tehát az Orchard fejlesztők segítsenek egymásnak, illetve az issue trackerben lehet bejelenteni az esetleges bugokat, illetve szintén azokra kommentálni, ha találunk egy bugot, ami esetleg érdekes számunkra is. Tudjuk esetleg a megoldásra, akkor ugye lehet forkot csinálni, patchet küldeni hozzá, úgyhogy... Úgyhogy egy ilyet nézzünk is meg, így van. Nézzünk akkor egy ilyet, hogy orchard.codeplex.com. És akkor itt találjuk magunkat, megjelent az 1.6-os verzió pénteken. Nézzük először is discussions-ben. Hát itt igazából sok látnivaló nincsen, ezt mindenki fedezze fel magának. Itt vannak mindenféle topikok, rengeteg. Nem nagyon van mit magyarázni rajta. Issue trackerben már itt is nagyon mit magyarázni. Amit érdemes megjegyezni az issue-kkal kapcsolatban, hogyha valamit riportoltok, akkor és ilyen félig kézzelfogható dolog, akkor tehát érdemes reprót adni hozzá, hogy milyen lépésekben jutottatok el az adott problémáig, mert ha mondjuk a Sebastian úgy gondolja, hogy ő ezt nem tudja reprodukálni, hát akkor nem tud vele foglalkozni. Ja, a Sebastian úgy, egyébként a főfejlesztője az Orchardnak, Sebastian Bob. Igen, úgyhogy fontos, hogy pontos lépésekben le legyen írva egy adott problémának a leírása. Illetve hát ugye még az Orchard Project. .net, ami pont is szeretném. Hát itt láttuk is, ezt gondolom mindenki ismeri, a .hu-t is. Még érdemes megjelzni, hogy az orchard.net-en így magában sok tartalom nincs a dokumentáción kívül, ami a dokumentáció megvan tartva. Viszont azért érdemes néha rendszeresen ránézni, mert a nyitólapon Bertrand, aki az Orchardnak a projektvezetője, Bertrand Leroy, ő rendszeresen szemlézi az Orchardnal foglalkozó blogokat, egyéb forrásokat, és ide kirakja a főoldalra, összegyűjti az üreget. Úgyhogy elég csak ezt nézni, és mindenről értesülhetünk lényegében. Igen, többek között a mi angol nyelvű bejegyzéseink is megjelennek itt, illetve ettől a héttől, tehát a múlt héttől kezdve a heti meetingnek, a webmeetingnek a YouTube videója is kikerül a főoldalra. Úgyhogy hát azért két-három naponta szerintem érdemes ránézni. Illetve hát
ugye a miénkkel együtt is nagyjából 10 helyi közösségnek van saját weblapja, hát ebből a szerintem a miénk a legjobb. De hát azt nyilván már ismeritek. Van, ki az, aki regisztrálva van orchardproject.hu-n? Készfeltartás. Orchardproject.hu. Hát van mit pótolni. Oké. Piros pont a hátsó sornak. Oké. Nagyjából igazából ennyi, nagyon nem akarjuk ilyen alapdolgokat szaporítani a szót. Jó, hát amit tudni kell az Orchardról, hogy egy nyitforráskódú, de ezen kívül egyébként csomó nyitforráskódú projektet még fel is használ. Tehát ha esetleg ismerős számotokra az NHibernate projekt, a jQuery azt gondolom a többség számára igen, mondjuk a Castle Windsor, az NUnit, az Orchard csomó ilyesmit felhasznál, ezekre épít. Úgyhogy ha esetleg ezzel kapcsolatban van már megjelenő tudásotok, akkor az egy-két helyen lehet is hasznosítani. Már azért a legtöbb dolog el van fedve az Orchard apikon keresztül. Gondolom az szintén sokaknak nem meglepetés, hogy az Orchard az egy ASP.NET-es szoftver, azon belül pedig ASP.NET MVC-s. Minden esetre ebből mi most eltanfolyam keretében sokat nem fogunk érzékelni, mert nem megyünk le nagyon a mélyéig. De az a lényeg, hogyha ASP.NET MVC-ben már fejlesztettetek, akkor Orchard modult nagyon egyszerűen tudtok írni, mert hogy az Orchard modult azok ASP.NET MVC API-ek. Persze önmagában ez még kevés a boldogsághoz, mert akkor az ember nem használja ki az Orchardnak a pluszjait, ha csak egy sima MVC API-et ír, de így már el lehet indulni. És most bele is mennénk akkor abba, hogy hogyan is néz ki ez az Orchard. Kezdve az alapoktól, egy telepítéstől. Sikerült mindenkinek elindítani? Vagy még fut? Legjobb kérdés, hogyha fordítok és telepítjük ezt a dolgot, és mondjuk legközelebb másolja. Európai napnak lesz egy ilyen lezió követése, valahonnan letöltve. Igen, a kérdés az, hogy elérhetőek lesznek ezek az anyagok, ha így összefoglalhatom. Ja, egyébként, ami a gépeken történik, az megmarad, illetve elvileg megmarad, az, hogy később évben ki mit csinál vele egy hét múlva, az kérdéses. Úgyhogy nyilván, hogyha valamit haza akartok vinni, akkor azt vigyétek is haza, mert ki tudja, mi marad meg. Az anyagokat meg fel fogjuk rakni, már ha értelmes. De a későbbiekben így, amiről beszélni fogunk, ha így nem az Orchard legbelső rendszermagjáról van szó, akkor az vagy modul lesz, vagy téma. Ez azért van, mert az Orchard az teljesen modularizált, tehát a rendszermagon kívül minden modulokban van megvalósítva. Még akkor is, ha az a modul egyébként nagyon fontos, hogy ezek core modulok, ezek mindenképpen benne vannak az Orchardban, de ugyanolyan modulok, mint amiket mondjuk kifejlesztettek, bár annyi eltérés van, hogy azok nem kapcsolhatók ki, hiszen core modulok, de azok is modulok. Ezért aztán ma így nézni fogjuk, szépen a különböző modulokat. Ezek mind külön kivel kapcsolhatók, átalakíthatók, felülírhatók. Adott szóra még azt is lehetne csinálni az Orchardot, hogy egy teljesen lecsupaszított rendszermagot használunk, amiben nincsen semmi a navigáción, így az alapvető szervizeken, meg ilyesmiken kívül. Felhasználó kezelés például egy külön modul, úgyhogy az is végül is. Nem mindenképpen szükséges, bár erősen ajánlott. Na akkor, amikor majd mindenki látni fogja, akkor hasonló dolgot fog látni, mint ami most látható. Itt teljes életnagyságban. Ami említésre méltó az, hogy milyen módon szeretnénk ugye az adatot tárolni, milyen adatbázis megoldást fogunk használni. Hát itt ugye a MySQL-el kiegészült 1.6 óta, illetve hát ugye az 1.x-es branch óta a lehetőségek tárháza, az SQL Server Compartot választjuk majd a demo során. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy lesz egy darab SDF file, amiben bele van zsúfolva az egész adatbázis, recipikkel később fogunk foglalkozni, úgyhogy igazából itt mehet egy finish setup, úgyhogy az a cél, hogy most mindenki süsse meg az Orchard receptet. És jussunk el odáig, hogy látunk egy kész installt. Ez egész gyors volt. És ahogy láthatjuk, tehát lehet MySQL adatbázis is használni az Orchard alatt. Ez egy eléggé új dolog. Ezen kívül lehet egy SQL Compact Edition, ami tényleg, ahogy Benz elmondta, csak egy file. Tehát mi ezzel fogunk dolgozni, egészen egyszerűen azért nem egyszerű, viszont nem gyors, tehát egy
publikált szájtnál ezt általában nem használjuk. A harmadik lehetőséget szoktuk, ami egy rendes SQL szerver, ez esetben meg lehet adni egy meglévő adatbázisnak a connection stringjét, és akkor felkapcsolunk, és oda meg lehet feltelepíteni. Akkor amivel folytatni fogjuk, az az, hogy mi az, hogy content item, hogyan épül fel az, hogy content item, mi van benne, mi az, hogy hát maga tartalom típus, tartalom elem, illetve mik azok a tartalom részek, tartalom mezők. Úgyhogy ez kicsit mélyünk bele. Jó, most annyit, hogy most nem muszáj ezt követni, a telepítés az egy fontos lépés volt, hogy mindenkinek vagy egy páronként meglegyen egy. Ezt most itt nem kell kattintásra követni, nem ez a lényeg. Utána majd mindenki megcsinálja magának is persze, majd elkitáltunk valamit. Ugye most leinkább csak nézzétek, hogy mi van, és ha valami kérdésetek van, akkor rögtön szóljátok. Oké. Tehát. Alapvetően, amit a tartalomtípusról, ugye itt kommentáltalán látjuk, amit a tartalomtípusról tudni kell, nagyjából a legjobb analógia erre, hogy ez olyan, mint egy class. Tehát lesznek property-jei például, ezek lesznek végül is a tartalom mezők, ezek a fieldek, illetve ami egy kicsit ilyen speciálisabb dolog, és beékeli magát a kettő közé, ez a tartalom rész. Hát lényegében a tartalom rész az több tartalom mező. Ugye több tartalommező hozhat létre egy tartalomrész, több tartalomrész hozhat létre egy tartalomtípust, és ugye a tartalom elem az pedig egy classnak a példánya. Tehát ugye a legegyszerűbb programozási analógiával így lehet ezt az egészet megfogni. Amit most mutatni fogok, az az, hogy létrehozok egy új típust. Nagyon találó nevet találok ki neki. Legyen teszt a neve. Itt láthatjuk az alapbeépített tartalom részeket, amiket hozzácsatolhatunk a mi saját tartalomtípusunkhoz. Ezt már nagyjából, ugye, aki látta a bemutatkozó előadást, annak már legalább ismerős lehet onnan. Hát itt választunk neki egy címet, legyen egy body pártja, egy autoroot pártja. Amiket kiválasztottam, azok egyrészt a title part arra jó, hogy megadhatunk neki címet, hát mint a neve is mutatja. A body parttal kapunk egy textaráját, amiben tetszőleges szöveget bevihetünk. Az autoroute part pedig arra lesz jó, hogy user-friendly URL-ek generálódjanak a saját tartalom elemünkhöz. Hát adjunk hozzá egy kis kommentelést is. Ezt így elmentjük. Továbbá két ilyen beállítási lehetőség, ami még elénk tárul, ez a Creatable és a Draftable. Ugye a Creatable annyit tesz, hogy az admin felületen keresztül maga az admin létrehozhasson-e ilyen típusú elemeket. A draftable az pedig annyit fog tenni, hogy az adott típus az piszkozatként menthető-e. Tehát tudjuk publikálni, illetve ezt visszavonni, hogy ne jelenjen meg. Ezt most békén hagyjuk, és így el is mentjük. Illetve ha már itt vagyunk a tesztnél, akkor hozzáadunk még egy tetszőleges fieldet, csak hogy lássuk, hogy milyenek vannak. Ugye van Boolean Content Picker, látjuk itt a megjelenő lehetőségeket. Igazából a legtöbb az beszédes, ami kicsit magyarázatra szorul, az a Media Picker, aminek a segítségével a média mappában lévő elemeket betalózhatjuk egy adott itemhez. Tehát itt például hozzárendelhetünk például blogposztokhoz képeket, page-ekhez mondjuk zenét, igazából amit szeretnénk. A Content Picker-rel pedig különböző tartalomelemek között hozhatunk létre kapcsolatokat azzal, hogy hasonló módon, ahogy a Media Picker-nél média elemeket, a Content Picker-nél content itemeket adunk hozzá az adott content itemhez. Hozzá tudunk adni linkeket, az Enumeration Field-el pedig egy megadott elemlistából választhatunk ki. Hát legyen még egy Boolean Field-em, és azt mondom, hogy igaz, hamis. Jó, tehát van nekem egy ilyen test content itemem. Ugye látjuk, hogy mivel megadtam neki ezt az igaz-hamis property-t, ugye én kapásból megkapom a lehetőséget arra, hogy amikor létrehozom, akkor ezt beállítsam, illetve a comments part miatt ugye megjelenik ez az Hello New Comments lehetőség. Ugye így beállíthatom, hogy az adott példányhoz, amit én most létre fogok hozni, megengedem el, hogy lehessen kommentelni. Hát adunk neki egy címet, a cím alapján pedig automatikusan le fogja generálni az autoroute part a user-friendly URL-t, beállíthatom kezdő alapnak, bepötyögök valami szöveget neki, ez ugye a body partból jön, ugye ez az a text array, amiben tetszőleges szöveget megadhatunk, legyen igaz, és publikáljuk.
Ugye mivel beállítottam, hogy ez legyen a kezdőlap, azért rögtön látjuk, hogy az a content itemnek a teljes tartalma ugye itt már megjelenik, és kommentet is tudok hozzá. Oké, okay, hát emellett, amit még ugye megtehetünk. Nem esetleg egy kicsit még világítsuk meg ezt a content, content part, content field fogalmát, amit itt láttuk. Világíts. Ez azt is zsebben, hogy ja, szeretnél. Arról van szó, hogy az országban minden, majdnem minden content type alapján épül fel. A content type az tényleg olyan, mint egy class, az egy leírása annak, hogy egy tartalom, hogy egy bizonyos tartalmi elemeket milyen formában tárolunk. Tehát ha van egy content type-unk, most legyen mondjuk a page, egyébként van is egy ilyen, tehát lap, ez egy content type, ez tartalmazhat különböző elemeket, amik azt írják le, hogy ő hogyan működjön és mit tároljon. Méghozzá kétféle dolgot tartalmazhat egy content type. Az egyik az a content part, tehát tartalom rész, a másik pedig a content field, tehát tartalom mező. A kettő között az a különbség, hogy a pártok azok ilyen nagyobb önálló funkcionalitással is rendelkező funkciók. Például, amit az előbb láttunk, a cím. A cím az a title part része. Azért párt, mert nem csak eltárolja a címet, és nem csak egy szövegmező van benne, hanem a keresőindexbe is elmenti a szövegtartalmát, mindenféle bonyolultabb validációkat végez, stb. Tehát annak kell egy külön content bar. Az egyszerű dolgok, azok viszont content fieldekben vannak. Ezek a fieldek kívülről lehet, hogy hasonlók, de alapvetően teljesen másképp működnek, és sokkal kevesebb dolgot tudnak megvalósítani, viszont sokkal egyszerűbb a lefejlesztésük. Az előbb például láttuk, van ez a boolean field. Az tényleg csak egy bool értéket tárol. Ezt még egyébként nem láttam, hogy valaki használta, nem tudom, mire lehet használni, de biztos lehet. Ez egy ilyen... Demozni lehet vele például. Ez egy nagyon egyszerű példa arra, hogy milyen lehet egy content field. Még egy különbség egyébként, csak egy kicsit előrevetítsük a mély dolgot. A content pártok azok általában egy adományos táblában tárolódnak, míg a content fieldek, tehát van nekik egy külön táblájuk. A content fieldek is az adatbázisban tárolódnak, viszont ők egy serializált XML-ben a content item egyéb részei mellett. Tehát nekik nem kell külön tábla. Ezért kell egyszerűbbek megvalósítani. És most már említettem is az, hogy content item. Tehát hogyha van egy content type-unk, azt tudjuk fel példányosítani, és ebből lesznek a content itemek. Tehát ha magyarul, hogyha lapokat hozunk létre, akkor fogjuk a page content type-ot, és csinálunk belőle page content itemeket. Az orchardban minden ekköré a két fontosabb, tehát content part és content item, meg az egy kicsit kevésbé fontos a content field fogalom köré épül. Ezt érdemes megjegyezni, mert ez a jó az orchardban. Tehát amikor az a kérdés, hogy miért jó az orchard, és miért használjuk, emiatt. Méghozzá azért, mert ha mindent ilyen formában tárolunk, például akár a felhasználókat is, akkor minden olyan funkciót használhatunk, minden olyan modulálta elérhetővé tett harmadik féltől származó funkcionalitást, ami a content type-okhoz használható. Tehát ha például mi írunk egy olyan content pártot, ami megjelenít egy térképet, és beállíthatunk hozzá egy címet, akkor azt ugyanúgy felhasználhatjuk a felhasználóknál, vagy a felhasználóknál, de ugyanúgy felhasználhatjuk egy blogposztnál, csak a blogpost helyszínét nem tehetjük. De erre a később években majd látni is fogunk például. Tehát akkor láttuk az előbb, akkor megnyitom külön, a draft table ellenőrzési beállítást, az ami lehetővé teszi, hogy publikáljunk, unpublish, nem tudom, erre nincs magyar szó,
Az a lényeg, hogy ebben az esetben, ugye mivel ez az item, recommended item már nincs publikálva, hát ezért már nyilván nem tud megjelenni, de ilyenkor illik valami más beállítani kezdőlapnak ebben az esetben, de látjuk, hogy vissza tudjuk vonni a publikus voltát. Hát ez így nem egészen. Most már vissza tudjuk állítani. Tehát látjuk, hogy újra megjelenik. Igazából nagyon ezen sincs mit magyarázni. Ugye egy dolog, amit még érdemes megjegyezni, hogy ugye amikor egy content item-en változtatunk, akkor ezek a változtatások megjelennek az adatbázisban is. Tehát ez a nem csak ugye publikálni, illetve nem publikálni tudjuk, hanem ezek a verziók külön el lesznek mentve az adatbázisban. És akkor most következne egy olyan rész, hogy egy kis önálló vagy csoportos munka keretében. Igazából így, ahogy látom. Még ezelőtt annyi, hogy ez sokaknak, amikor elkezdenek ismerkedni az orcsádban, így az első dolog szokott lenni, vagy az egyik első, amivel beleütköznek, és elkezdik kérdezgetni, hogy miért. Az, hogy az orcsádban nem lehet content itemet törölni. Ez viccesen hangzik. Az orcsádban csak soft delete van, ami azt jelenti, hogy rányunk a törlésre, eltűnik, de megmarad az adatbázisban. Ennek egyébként az az értelme, hogy visszaállítható legyen, másrészt pedig, hogy ne törjön meg esetleg létező, hozzá kapcsolódott egyéb adatoknak a koherenciáját. Mert ugye itt csomó content item van, csomó content part, ezek egymáshoz kapcsolódhatnak, most valóban kitörnünk valami, ki tudja, mi borul meg tőle. Úgyhogy emiatt azt tudjuk, hogy ha valami forcában elmentünk, az nem is marad. Igen, azt mondom, hogy tűzelvapsorok sem lehet kiírtani. Legjobb példára például ugye a content recursive használata, két content itemet összekapcsolunk, és ebből az egyiket töröljük, akkor onnantól kezdve nagyon nagy problémáink lennének, ha az orcsádban nem minden megoldva. És akkor menjünk tovább egy feladattal. Van-e kérdés az előbb látottakra kapcsolatban? Hogyan kell content itemet létrehozni, pártokat, fieldeket csatolni hozzá, ezeket beállítani? Bármi kérdés? Nekem annyi lenne most, ha létrehoztam ezt a tesztet, akkor ezt ugyan tudom módosítani. Tehát itt egyből csak a tartalmát tudnám átérni, de hogy még hozzá akarnék adni, mondjuk. Még ki akarod bevíteni pártokkal, fieldekkel? Még további fieldekkel, pártokkal akarod bővíteni. Ezt ott tudod megtenni, hogy visszamész a content fülön a content types-ban, és itt látod legalább a tesztnél itt van egy edit. És egy nagyon hasonló menüt fogsz látni, mint az előbb. Itt tudsz fieldeket, illetve pártokat hozzáadni. Nagyon kedvesen átlépett, hogy ez az egészet hogy tároljuk. Ugye az egyik fele így szamar, a másik fele adatbázis. Adatbázisban önálló táblán, hogy hogyan fogja ezt létrehozni? Ezt akár meg is tudjuk mutatni. Mert nagyon kedves, hogy csináljunk valamit, azt jó tudni, hogy mi történik ott. Igen, a kérdés teljesen jogos. Nagyon a mélységekben nem állt szándékunkba belemenni. Na hát amit látni fogunk, hát itt van a szép orcsárt adatbázis, és hát lényegében mindennek külön táblája van, ugye látjuk a különböző kormodulok, például a blogs, a kommentnek a különböző tábláit, ahogyan tárolják az adatokat, és ha minden igaz, akkor van nekünk egy ilyen, hogy content type definition record. Ez az, ahol el fog tárolódni az, hogy az admin felületen létrehozott content type-ok miként kerülnek bele az adatbázisba, így látjuk, hogy van egy új bejegyzés, és hát itt van a XML, hozzátartozó XML. Menjünk ebben jobban bele, vagy van kérdés? Igen, nyilvánosabban itt most azért a tanfolyamnak inkább az a cél, hogy a felhasználói szint, tehát hogy tényleg az admin interfész, hogyan tanuljuk meg használni az orchard admin menüt. Oké, rendben. De így értem, hogy körülbelül merre akar elmenni, jó? Igen. Oké. Jó, menjünk tovább akkor egy csoboros munkával, akkor találjunk ki valami content, valamilyen típust. Szeretnénk, mondjuk gondoljon mindenki, nem tudom, mire gondoljunk? Gondoljunk hajókra. Tehát, jó, akkor bele majd csoportosan dolgozunk egy entra. Tehát akkor hozzunk létre
egy páronként, tehát akik egymás mellett ülnek együtt dolgoznak, hozatok létre egy-egy tartalomtípust, legyen mondjuk nem tudom akármi si, legyen hajó. Oké? Tehát akkor legyen nekünk egy hajónk. Tehát ez lesz maga a táj. Hát ugye a legalapvetőbb, legkézzelfogható dolog, hogy egy hajónak van neve. Ugye legkézzelfogható az is, hogy ezt a title párban tároljuk, úgyhogy a content typingnek legyen egy title pártja. Itt tároljuk majd el a nevét. Ugye ez egy pár. És hát igazából innentől kezdve a kézzeletetek az egészük. Mindenki adjon hozzá, mondjuk, hogy még van, Zoltán a projekteta. Még annyi legyen, hogy kicsit megmozgassuk a fantáziátokat, mert ezt nem mondtuk el, amit követi. A hajónak még lesz egy fuvarlevele. Mégpedig ez a fuvarlevél, ez szöveg. Okay. Jó, ilyen. Ez szöveg. De ezt különítsétek el, hogy hogyan tudjátok ezt a szöveget tárolni. Láthatok rá egy példát, de annyi segítséget megadok, hogy ezt lehet egy content fieldben is tárolni. Ezt mondjuk tároljátok egy fieldben. Valamint a hajónak még van rakománya is. Bocs, ezt akkor nem egész az a lényegből. Nem. Hajónak van még rakománya is, tehát legyen még egy content type, ami rakomány. Ebben azt árulhatok, amit a tartok, nem mondjuk meg, hogy mit szállítson a hajó. Viszont azt tudni kell, hogy a hajónak lehet akárhány rakománya. Ha ezt meg lehet tenni a content field segítségével, elhangzott szintén a neve. Ott a beépítettek között fogjátok látni. És még pedig úgy fogjátok látni, hogy ez is lelője, hogy content linker field. De ezt kell megoldani. Ez viszonylag egyszerűen még lehetséges. Úgyhogy létszik egyedjétek el, ha valaki el akar, és nagyon nem tud kikászálódni, akkor az vagyok egy segítség. És esetleg ezt érdemes tényleg párosával, mert akkor biztos, hogy sikerült volna. Amit itt létre kellett volna hozni, az két content type. Az egyik az egy hajó, nem meglepő módon. Ez pedig két fieldet, például, ez csak egy megoldás, de nem feltétlenül a legjobb, kellett hozzáadni. Az egyik field, az egy text field. Tehát ha rámentek, hogy egy field, akkor ott ugye látjátok a field típusok között az összes beépített, telepített, engedélyezett fieldet. És itt van közöttük a text field is. Jelen esetben mondjuk ezt lehetett a legegyszerűbben használni a fuvar levélhez. Semmi különöset nem kellett beállítani nála, ez csak egy sima szöveg. A címnek a title partot használtuk, az ugye a partok alatt ott van, illetve itt már nincs, mert már hozzá van adva, de ha nem adtam volna hozzá, akkor itt lenne a title part. A common azt nem kellett külön hozzáadni, hanem az hozzáadódik magától. Erre a common partról még nem esett szó, ez, mint ahogy a neve is mutatja, általában jó, hogyha hozzá van csatolva egy tartalomtípushoz. Ez tárolja azt, hogy ki hozta létre a tartalomelemet, tehát egy felhasználó nevet, illetve egy referenciát. Másrészt tárolja azt, hogy mikor lett létrehozva ez a tartalomelem, tehát egy dátumot. De ez, hogyha itt az admin felületlenül hozunk létre egy content type-ot, akkor automatikusan hozzáadódik. És ami még itt az érdekes, hogy egy content picker fieldet is hozzá kellett adni, illetve ez a legegyszerűbb módja annak, hogy tartalmak között kapcsolatokat építsünk fel egy ilyen content picker fieldjével. Ami itt még esetleg beugratós volt, hogy ezt az Hello Multiple Content Item-et érdemes bekapcsolni, vagy bepipálni, hogyha azt akarjuk, hogy a hajó ne csak egy darab rakományt szállíthasson. De ennyi volt a hajó. A rakomány pedig az igazából olyan volt, amilyennek meg akartátok csinálni, mert ott nem volt semmi kikötés. Én csak egy olyat hoztam létre, hogy van egy title partja. Láthatjuk a rakomány. Amikor új hajót létre akarunk hozni, akkor pedig az úgy néz ki, hogy itt van a hajón, aminek van egy neve,
és itt ez a bizonyos content picker field. Látható, hogy ez arra jó, hogy kiválasztunk a meglévő tartalom elemek közül egy akármilyet, mondjuk lehet légvédelmi rakéta, meg egy másikat, mert ezek mind rakományok, korábban felvétel, meg sót, és nekem el is menti, mert itt a kollégáknak elő nem mentett. És innentől kezdve e között a hajó között, a Shirai nevű hajó között és a légvédelmi rakéta és a só nevű rakományok között fennáll egy az N-hez kapcsolat. Felmerült az a kérdés is, itt az előrülő kollégától, hogy hogyan lehet kívülről elérni egy tartalomelemet. A kérdés ez nagyon jó, mert ugye most itt van ez a tartalmunk, na de hogyan tud ez kívülről egy akármilyen felhasználó számára elérhető lenni. Most alapból egy nagyon ronda URL-en keresztül, viszont ezen könnyen segíthetünk. Ugyanis van az orchardban egy úgynevezett autoroute pár, amit most mindjárt hozzá is csatolok a hajóhoz. Ups, mondom, autoroute part, nem fill. Itt van a pártok között. Ez az autoroute part, ez annyit csinál, hogy egy barátságos URL-t hozzárendel egy tartalom elemhez. Tehát magyarán vagy legeneráltatjuk vele, hogy mi legyen az URL, vagy én is beírhatom, hogyha az a helyben éppen, hogy pontosan mi legyen az URL, ami ahol ez a tartalom elem elérhető. És ha megnézzük az autoroute part beállításait, mert itt a Content Type Editor alatt egyébként, mint ahogy az előbb azt már láttuk is, a fieldeknek és a content pártoknak lehetnek beállításai. Ezek itt a kis lenyíló dobozok alatt elérhetők. Na most az autoroute pártnak ezek a beállításai. Igazából, amit itt érdemes beállítani, mert hogy alapban ez nincs kitöltve, hogy hogyan generálja, ha ezt akarjuk, automatikusan az URL-t. És itt legyen valami nagyon egyszerű, ami csak veszi a címet. És itt most egy kicsit előre nézünk, erre majd vissza fogunk térni. Itt van egy olyan mechanizmus, amit úgy hívnak, hogy tokenek. Az orchardban a tokenek azok azt jelentik, hogy vannak ilyen furcsa bajuszok között lévő stringek, amiket hogyha egy tokenizálható mezőbe beleírunk, akkor ezeket a rendszer behelyettesíti egy megfelelő tartalommal. Tehát például van egy olyan, hogy content.displayText, ez egy token. Ez a displayText, ez végérvényben, vagy mondjuk alapesetben a tartalomnak a címe. Tehát magyarán, hogyha én fogom ezt a displaytextet, és azt mondom, hogy te legyél az URL-ben, akkor az, amit beleírok a címbe, az lesz benne az URL-ben. Ez még akár működhet is, mert nem tudom melyik RFC óta már lehet ékezetes URL-eket is használni. Tehát akkor ez az URL, ami a címből generálódik. Sőt, és még elérhetett, hogy hajószlás, és akkor szépen látszik. Hogy... Ja igen, hát ide persze egyik, még bármi más is beleírhatok. Tehát lehet tetszőlegesen ilyen almapás struktúrát kialakítani. Na és hogyha most létrehozok egy hajót, akkor láthatjuk, hogy megjelent itt ez a rész, ez ami az autoroute parttól van. És igen, beállítottam, hogy ne csak generálni lehessen, hanem én is beírhassam ide az URL-t. Most, akkor nem tudom, írjam be, vagy generáltassuk? Írjuk be, és utána majd látni fogjuk, hogy URL-t generáltatni. Bár az most nincs beállítva. Úgyhogy először ne írjuk be. Ez legyen egy numere 2. És ha ezt most elmentem, és hozzáadok egy rakományt, hiszen az kötelező, mert nem hagyjuk, hogy üresen menjen, akkor látjuk, hogy ez alatt az URL alatt már el is érhető ez az elem. Most még nem rakjuk be a menübe, meg semmi egyet nem csinálunk, csak kipróbáljuk, hogy egyáltalán az URL működik-e, és nem működik, ugyanis speciális karakterek vannak benne. Ezért nem érdemes a címből közvetlenül generáltatni, de hogyha azt már kiveszem belőle, tehát vagy le lehetett volna mondjuk egy plusz jelre cserélni a szó közt, mert az mindenképpen gáz egy URL-ben, akkor már megjelenik rendesen. És egyébként a content picker field, tehát a hozzáadott rakományok azok egy ilyen listában láthatók.
mert ez az, ahogy megjelenik. Még ennyi hozzáfűnni valahogy, itt az elsősorban az volt a probléma, hogy a hozzácsatolt itemek a kondenzikusbűnek keresztül nem mentődtek el. Igen. Az azért van ugye, mert nem megoldódott? Mert az azért van egyébként, hogyha nem publikálva van az item csak elmentve, akkor draftként van elmentve, tehát nem published, akkor nem lehet elmenteni. Tehát ugye a content recursion keresztül itemek között csak úgy lehet kapcsolatot építeni. Ezért nincs most szemes figyelmelek. Igen, és ez egyébként még egy dolgot is előhoz, ami szintén itt előhoz volt kérdés, hogy mi ez a publish, unpublish, meg draft, meg hasonló. Az orchardban alapértelmezésben mindegyik content type az verziózható, tehát ahogy beszéltünk róla, semmit sem lehet törölni alap esetben, hanem minden megmarad. Ez azt is jelenti, hogy semmit sem írunk felül alapértelmezésben, de azért megoldható, hanem új verziókat mentünk. Tehát konkrétan a hajónknak ez a draftable-be van pipálva, ez azt jelenti, hogy ha elmentjük a save gombbal, akkor még csak egy piszkolat jön létre, de nem lehet kívülről elérni, hanem előtte publikálni kell. Méghozzá valóban, hogyha most itt minden publikálva van, de hogyha rámegyek egy hajóra, és megmódosítom, és el is mentem, most a save-vel mentettem el, akkor látható, hogy itt megjelenik ez a publish draft, preview, unpublish linkek. Ez azért van, mert ha megnyitjuk ugyanazt az oldalt, akkor még mindig a lemen 2 látható. Azért, mert amit itt elmentettem, az még csak egy kiszkodat, tehát ezt a preview alatt megnézhetjük, de kívülről meg nem látszik. Hát ez már az új. Ahhoz, hogy meg is változzon, ami kívül is van, ahhoz publikálni kell, tehát mondjuk innen a publish draft-tal, és onnantól már itt is ez van. Van is rá egy modul a galériában, és a galériát nem említettük az ekoszisztémában. Van egy olyan modul a galériában, amit most mindjárt meg is nézünk, ami arra alkalmas, hogy az összes verziót lekérdezhessük, mert alap esetben csak mindig az utolsó publikált és az utolsó piszkozott verziót látjuk. Jó, tehát akkor amit kihagytam az ökoszisztém bevezetőből, az, hogy létezik egy olyan, hogy gallery. Ez az Orchard Galéria, ez a moduloknak és témáknak így a gyűjtőközpontja. És ez a gallery.orchardproject.net címen elérhető. És hát látjuk ezeket nagyon impozáns számokat, itt a 3 millió letöltés közel, ez nem semmi. Itt tudunk keresni, modulok és témák között böngészni, különböző kategóriákban látjuk a legutóbbi petizseket, stb. Hát ezt is fedezétek fel. A témákról annyit érdemes hozzátenni, hogy ez szóba került a konferencián is, hogy témákból igazából kevesebb van, mint amennyi a galériában van, mert nagyon sok olyan téma van, ami mondjuk van öttök ugyanolyan téma, csak kicsit más szintkiosztásban, tehát egy másik CSS van beladobva, hát ezen szeretnének változtatni, úgyhogy így hát kérték a témafejlesztőket, hogy lehetőleg így adjanak valamilyen admin felületet, hogy különböző ilyen hát hogy mondják ezt szépen, ilyen képeket adjanak a... Tehát különböző színsémákat lehessen a témákhoz kiválasztani, és akkor az egy téma legyen, és akkor lényegében telepítettünk egy téma helyett mondjuk ötöt egyszerre. Na most, ami ehhez kapcsolódik az admin felületről, az, hogy van nekünk egy ilyen téma menüpontunk, és ugye itt látunk, van egy gallery fül, ahol közvetlenül tudunk keresni a galériában, tehát ugyanazokat a témákat fogjuk ugyanitt látni. Hát én mondjuk ilyen, szeretem ezt a metró stílust, amit nem metrónak hívnak, úgyhogy van egy olyan téma, aminek az a neve azt hiszem, hogy Mambo, és ezt most telepíteni fogjuk. És hát ez a Windows Phone User Interface-re hajaz, hát rábökünk az Instára, és igazából a többi meg van oldva. Ugye ha visszamegyünk az Instát főre, akkor látjuk, hogy itt már ez nekünk létezik. Ugye a Preview segítségével pedig egy előnézeti képet is kapunk róla. Ez tök jól néz ki. Itt nem tudom, hogy ez egy kicsit elcsúszott, és hát beállíthatjuk aktuális témának. Úgyhogy innentől kezdve már mangós Windows Phone-os felületre találjuk szemben magunkat. Igazából a modul telepítés az hasonlóképpen tök egyszerű. Bemegyünk a modules menüpontba. Itt a telepített
modulokat, látjuk itt pedig a feature-öket, erre majd mindjárt visszatérek egy kicsivel később. Ugye a Gallery-ben, Gallery-n fülön keresztül ugyanúgy tudunk modulokat is telepíteni, mint ahogy témákat. Hát milyen modult telepítsünk? Nagyon mondja egy modult, mondjuk a tiéd közül. Kombinátor. Telepítsük a kombinátort. Mondd el, hogy ez mire jó. Zoltán, mire jó a kombinátor? A kombinátor modul azt csinálja, ez valószínűleg azért került elő, mert én írtam, hogy az oldalba beágyazott javascripteket és kiúrtatokat, azokat egymásba fűzi és tömöríti. Tehát ez azért jó, mert hogyha sok stíluslap, meg sok javascript file van beszúrva az oldalba, akkor az oldal letöltését lehet azon gyorsítani, hogy nem külön töltögeti le a böngésző minőket, hanem egyben. És ez beindul az orchardnak a resource kezelő szervizeibe, tehát nem kell vele igazából semmit csinálni, hanem bekapcsolja az ember és meg. Kivéve, ha nincs feltelepítve még a helpful library, ami helpful library, ami egy dependencia. Mert anélkül nem megy. Igen, akkor viszont egy ködmest csinál, és akkor egy-két szó megint a modulokra általánosságban. Okay. A modulok tehát innen telepíthetők, vagy letöltve a galériából, de ami egyszerű az admin felületről, ami a galériát használja, csak az admin felületről lehet innen megcsinálni. És amire most itt Bence beleépített az az, hogy lehetnek a modulok között függőségek. Most itt ez a modul egy másik modultól függ, tehát csak akkor fog működni, ha azt a másik modult is telepítjük. Nem fog semmi történni az oldalval, csak nem fogjuk tudni bekapcsolni a modult, már ki fogja érni, hogy nem jó, mert még kell az a másik modult is. Oké, mert nem tudsz, hogy azonnal lehet telepíteni. Így van. Na most a features menüpont, amire az előbb utaltam, hogy visszatérek. Ez az, ahol látjuk a telepített feature-öket, és ez egy új szó. Ugye egy modul többféle feature-be állhat, ezeket elkülöníthetjük, tehát különböző funkcionalitásokat valósíthatunk meg bennük, de ezeket összepakolhatjuk egy modulba. Na most ez a helpful libraries elnevezésű, szintén Zoltán által írt modul, ez ugye már telepítve van és engedélyezve, és a kombinátor, ugye mivel függ ettől a modultól, ezért amíg nem volt telepítve, addig nem is lehetett bekapcsolni. Most a kombinátort bekapcsoljuk, és azt fogjuk látni, hogy ahelyett, hogy itt van nekünk 5 darab CSS fájlunk, erre ráfrissítek, mert a kombinátor már be van kapcsolva, ehelyett van nekünk egy. Úgyhogy hát lényegesen leegyszerűsíti a cache-elés például. Na és akkor amit megmutattam, az ugye az, hogy vannak nekünk különböző feature-jeink, mint mondtam, ugye egy modul több feature-t is implementálhat ezeket, hát ezeknek egy részét kibe kapcsolhatjuk, nyilván a core feature-t nem, különben hát összeomlana, tehát nem véletlenül nem lehet ezeket kikapcsolni, de nagyon sok olyan core modul van, aminek a feature-jeit ki lehet kapcsolni, tehát adott esetben, ha nekem nincs szükségem blogra az oldalon, mert mondjuk egy ilyen céges website-ot csinálok, ahol nincs szükség, akkor kikapcsolom a blog modult, és onnantól kezdve nincs blogolás, mert nincs rá szükség. Tehát a feature-ök, illetve a modulok telepítésén ugye dependencikre nagyon oda kell figyelni. Ugye kapunk egy szép üzenetet arról, hogy sikeres volt ez a bekapcsolás. Ugyanúgy a témákat is külön kibe lehet kapcsolgatni, illetve amire még ott érdemes kitérni, hogy ez egy kicsit ilyen advanced témakör, de különböző browserekkel, tehát például a mobil témákat is lehet külön bekapcsolni, és ugye ezek párhuzamosan lesznek engedélyezve. Ugye rendes asztali böngészőből egy bizonyos téma jelenik meg, mobilos böngészőből meg egy bizonyos másik téma, de ez egy kicsivel fejlettebb történet. Most röviden beszélnénk a felhasználó kezelésről, mert az sem egy mellékes dolog, illetve hogy beépítettem, mi az, ami ebből megvan. Ugye arról beszéltünk, hogy szinte minden content type az orcsátban, a felhasználók is content type-ok, tehát amit most látunk, az bővíthető persze, de alapból minden esetre ez van. Úgyhogy, amikor feltelepítünk egy orcsát installációt, akkor alapértelmezetben be van kapcsolva az orcsát.users modul, ami a beépített felhasználó kezelési modul, tehát két dolgot csinál, az admin feladatról. Az egyik az, hogy hozzáadja a users menüpontot, a másik pedig, hogy a settings alá és egy users beállítási menüpontot.
Nézzük meg először mondjuk az utóbbit, mert hogy innen kéne elindulunk. Igazából sok minden ezzel magyarázni való nincs. Mindenesetre az érdemes tudni, hogy alapértelmezetben nincsen bekapcsolva a regisztráció a szájton. Tehát ha akarjuk, hogy emberek regisztráljanak, akkor ezt kapcsoljuk be. A többi az már igazából opcionális, hogy most akarjuk-e, hogy a felhasználók a jelszavukat visszaállíthassák, meg hasonló. Most egyre maradjunk abban, hogy tudnak regisztrálni. Ha most innen kilépek, és megnézzük a lapot, ez a szép ronda témával, inkább váltsunk is vissza az alapértelmezetre, mert azt szerintem jobban olvasható. Akkor itt alul megjelenik ez a sor, ahol a felhasználó ki tud lépni, meg be tud lépni, ha nincs belépve, de én most be vagyok lépve. Úgyhogy nézzük meg ezt, hogy egy olyan felhasználó látja, aki nincsen belépve. És mondjuk ez legyen egy Chrome-ból, ami egyébként nincs felrakva, tehát most kéne egy Internet Explorer, bár nem szeretjük nagyon. És látjuk, hogyha nem bejelentkezetten látom, akkor most már megjelenik itt ez a signingom. Nem túl meglepő. Plusz, mivel bekapcsolva a regisztráció, itt ez a regiszter link is. Úgyhogy akkor mondjuk regisztrálok is. Ja, egyébként hozzáteszem, hogy ez itt egyfajta téma, tehát az, hogy ezek a linkek így vannak, meg bármi így néz ki, az most egy állapot, de ez nem feltétlenül szükséges. Saját téma írásával, vagy egyéb téma kiválasztásával ez természetesen testre szabható. Legyen itt egy új felhasználó. Legyen ő Borcsár. A jelszava pedig Borcsár. Azt hiszem egy 7 karakteres limit van a jelszavakra alapértelmezetben, úgyhogy most ezzel meg is próbáltam együtt élni. Igen, regisztrálva vagyok, be is vagyok lépve. Ezt igazából nem is kell külön magyarázni. Viszont akkor most nézzük meg, hogy az admin oldalról ugyanez hogy néz ki. Már kommentelni is tudtam egy ilyen szép hosszú kommentre. Admin oldalról a users menüpont alatt pedig látjuk, hogy meg is jelented az új felhasználót. Ezzel több dolgozás jelni. Hát először is megnézhetjük az adatait, de ez kevésbé érdekes. Ami viszont érdekesebb az, hogy hozzáadhatjuk egy felhasználói csoporthoz. Bocsánatban ezek a felhasználói csoportok a rólok. Ami egyébként itt külön látható is a roles fül alatt. Ha megnézzük, ezek a beépített felhasználói csoportok vannak az orcsárban. A nevek eléggé beszédesek, de mondjuk akkor nézzük meg, hogy mit tud egy anonim user. Az orcsárban van néhány beépített jogosultság, amit rólónként lehet beállítani, meg vannak olyan jogosultságok, amiket modulok adnak hozzá. Tehát ha az ember létrehoz például egy content type-ot, mint ahogy mi létrehoztuk a hajót, akkor ha minden igaz, hozzátartozóan megjelenik itt automatikusan egy permission is. Látjuk is, hogy a hajónak be lehet állítani mindenféle jogosultságát, hogy ki az, aki publikálhatja, ki az, aki kitörölheti, megnézheti, stb. Ez egy automatikus permission, de modulok hozzáadhatják a sajátjukat. Például látjuk az autoroute pártot, ez egy orchard.autoroute nevű modulban van, ez hozzáadta a saját kis permissionét, mégpedig azt, hogy ki az, aki beállíthatja egy content itemre, hogy ez a nyitólap legyen. És az anonym user-t hagyjuk, viszont mondjuk csináljuk azt, hogy vegyünk egy egyszerű contributort. A contributor az egy viszonylag kevés jogosultsággal rendelkező felhasználó típus alapértelmezésben, de most javítsunk rajta egy kicsit. Például látjuk, hogy ő a set homepage jogosultsággal nem rendelkezik, úgyhogy ezt adjuk meg neki, méghozzá ez legyen az orchard felhasználó, de először is, ahhoz, hogy ezt megtehessük, az orchard felhasználót hozzá kell adnunk ehhez a role-hoz, hogy ő kontribútor legyen. Mert ő most jelenleg csak egy alapértelmezett felhasználó, egy alapértelmezett bejelentkezett felhasználó, úgyhogy ő most legyen kontribútor. És a kontribútor, először is nézzük meg, hogy most mit csinál a kontribútor. A kontribútor sok mindent nem tud csinálni láthatóan, tehát most beléptem az admin felületre ezzel a másik felhasználóval. Igazából amit lát, azok a content itemek.
létrehozni azt tud, de semmi egyebet nem lát. És ha most megnézzük, és nem is tud minden szerkeszteni, mert itt van ez a hajó content item, most rányomtam egy hajóra, alapértelmezésben nincs bejelölve, hogy ő szerkeszteti. Akkor mondjuk először oldjuk meg azt, itt van ez a nemere 2, de nem tud vele mit csinálni. Úgyhogy nézzük meg. Most a kontribútoroknak állítjuk be, hogy nekik minden lehessen a hajókkal kapcsolatban, mert ők leginkább a hajókkal csináljanak valami. Ezzel is van mentve, és minden igaz, meg ezt nem is így kezdve, akkor most meg tudja nyitni. Tehát most már szerkeszthető számára egy hajó is. Ez alapesetben ilyen egyszerű, viszont ez még csak arra jó, hogy content type-onként tudjunk jogosultságokat beállítani, viszont könnyen lehet, hogy azt akarjuk, hogy egy bizonyos content itemnek, tehát mondjuk egy blogpostnak, egy hajónak, egy page-nek, hasonlóknak, állítsuk be, hogy azt most éppen kinézheti meg. Mert mondjuk azt akarjuk, hogy egy lapot az csak beállított felhasználók láthassanak. Mondjuk csináljuk meg azt, hogy állítsuk be mondjuk a page-ekre, hogy azt ne láthassák, illetve állítsuk be egy konkrét page-re, hogy azt ne láthassák csak beállított felhasználók. Mégpedig ehhez szükségünk van arra, hogy bekapcsoljunk egy modult, ez pedig a Content Permissions. Akkor, vagy igen, nem Content Item Permissions, bocsánat. Ez az 1.5-ös verzióban egy újdonság. Ez alapvetően nincs bekapcsolva, mert úgy gondolták, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek. És innentől kezdve, hogyha létrehozunk egy page-et, akkor még nem. Viszont, ha módosítjuk a page content type-ot és hozzácsatolunk egy új pártot, akkor már be fogjuk tudni állítani a jogosultságokat. Nézzük, hogy itt volt szó a content pártokról. A content pártok azok nem feltétlenül csak arra használhatók, hogy valami adatot egyszerűen tároljunk belőlük, vagy bennük, hanem ilyen komplexebb feladatokra is, mint a jogosultságkezelés például. Úgyhogy ezt a content itemenkénti jogosultságkezelést is egy párt végzi, méghozzá a content permissions párt, úgyhogy ezt hozzá is csatoltam a page-hez. És innentől kezdve, hogyha egy új page-et akarunk létrehozni, vagy egy meglévőt szerkeszteni, akkor itt alul megjelenik még ez az Enable Content Item Access Control pipa is. Úgyhogy most ennél például adjuk meg, hogy ez így legyen. Úgyhogy ez legyen egy védett tartalom, legyen mondjuk a védett URL alatt, itt van valami szövege is, és mondjuk azt, hogy ezt az anonim userek ne láthassák. Úgyhogy láthatjuk, hogy itt megjelenik az összes alapértelmezett content type szintű permission is, csak itt most content item szinten használhatjuk őket. Ezekkel tipikus kinézheti meg, kiszerkeztheti, kinézheti meg a sajátját, hasonló. Most csak annyit változtattam, hogy az anonymous az nem nézheti meg. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik. Most ugye az admin felhasználóval vagyok, így látom. Ha megnézzük az orchard felhasználóval, akkor elvileg még így is látjuk, viszont ha kilépek, akkor már nem lehet megnézni. Tehát akkor rögtön a kilépési oldalon feljön az access denied, most akkor nézzük meg rendesen, hát nem lehet megnézni. Nem véletlenül, mert kitiltottak bennünket erről a tartalomról. Úgyhogy nagyjából ennyi az, amit így alapvetően tudni kell a felhasználó kezelésről és a rólokról, ezzel már így nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Először is, amit a widgetekkel kapcsolatban el kell mondani, hogy... Tehát, ugye a widget menü alatt ezzel a szép felülettel találjuk szemben magunkat. Ugye látunk itt egy current layer elemezésű drop-down listet. Nagyjából kis rövid bevezető. Van egy adott témánk, minden téma definiálhat magának saját zónákat. Ezekben a zónákban tudunk különböző widgeteket elkezni, ezek erre valók. Amikor egy témát megtekintetek a gallery-ben, akkor ideális esetben látjátok ennek a térképét, úgymond, hogy milyen zónákból épül fel egy bizonyos téma. Illetve, amit még az orchard hozzáad ehhez a szerkezethez, mint egy másik fajta dimenzió, az pedig maga a layer. Tehát vegyük úgy, hogy mondjuk a zónáknak a szerkezete, az mondjuk egy kétdimenziós térkép, és a layerek pedig e fölött helyezkednek el, és ebben a 3D-s
felépítményben tudunk különböző pozíciókba widgeteket elhelyezni. Kezdjük mondjuk azzal, hogy ugye van alapból nekünk 5 darab layerünk, ugye van kapásból egy, a The Homepage, ahol látjuk ezt a három widgetet, amit alapból az installációkor elhelyez a rendszer. Hát nézzük meg, hogy néz ki. Ugye látunk, amikor egy widgetet szerkesztünk, vagy létrehozunk, akkor meg tudjuk határozni, hogy melyik zónában jelenjen meg, melyik layeren jelenjen meg, illetve amikor egy adott zónában, adott layeren belül több widget van, akkor ezek között egy sorrendet is meg tudunk határozni. Egy widgetnek lehet címe, ugye title part, meg tudjuk mondani, hogy ez a cím megjelenjen-e a frontenden. Ha szeretnénk egy adott widgethez például a saját CSS klasszokat csatolni, akkor ezt a name property alatt megtehetjük, tehát ott megadhatjuk. Illetve vannak egy body partja, tehát ahol szöveget, külön szépen formázott szöveget tudunk megadni. És akkor itt, ha már megnéztük ezt az egy widgetet, akkor adjunk hozzá helyére egy másikat. Ugye amikor belépünk az Add Widget menübe, akkor láthatjuk, hogy különböző widget típusok állnak rendelkezésünkre. Ezek a nevek eléggé beszédesek, a menü widget segítségével majd a később szóba kerülő navigáció által létrehozott, navigation feature által létrehozott menüket tudjuk elhelyezni. Tehát egy widget zónában, egy widgetként elhelyezhetünk egy teljes menüt az oldalon. Blog Archive, Recent Blog Post, tehát ezek elég beszédes nevek. A HTML widget ezek körül a legegyszerűbb, ahol akármi random szöveget meg tudunk adni. Amikor ezt, és title-t is kell nekünk. Ez legyen feladat? Jól van, akkor viszont Zlatán ismerteti a feladatot. Erről még nem beszéltem, hogy kell ilyet hallani. Oké, tehát ugye láthattuk, hogy vannak alapból layerek, de újat is létrehozhatunk, ennek adunk egy nevet. Ja igen, a Not the Homepage, persze. Ez a mi példánkból való, ez az orcsákprojekt.hu is van egy ilyen. Jó, hát nem nagyon lövöm le a poént. Hát akkor nem lövöm le a poént. Mutasd meg egy layert. Megmutatom akkor a Homepage layert, ugyanis ez lesz a feladat alapja. Tehát van nekünk alapból egy Homepage layerünk. Ugye ez az a layer, ami megmondja azt, hogy amikor mi a homepage-et tekintjük meg, akkor azon a layeren milyen widgetek jelenjenek meg. Ugye van ennek ugyanúgy egy címe, egy leírása, illetve van ez a layer rule. Most a layer rule-ról azt kell tudni, hogy van az orcsákban egy ilyen scripting engine, amit most látunk, ez egy ilyen butított Ruby interpreter. Ennek a segítségével, ugye a Ruby szintet segítségével meg tudunk adni különböző hát úgymond ilyen pici scripteket, amiket mindegyes alkalommal interpretál a scripting engine, és megmondja, hogy ez most igaz vagy hamis. Ugye ha igaz, akkor kitöki a widgetet, megjelenik az adott layerhez tartó widget, ha nem, akkor nem. És akkor a feladat az lesz, hogy hozzatok létre egy layert, aminek adjatok meg azt a nevet, vagyis hogy not the homepage, hát, vagy lehet teljesen más is, description az lényegtelen, és layer rule-nak pedig meg kell adni azt, hogy minden egyes betöltéskor jelenjen meg, amikor nem a főoldalon vagyunk, ugye ez a beszédes négyből adódik. Na most Ruby syntax, hát Ruby-t nem tudom, mi nem tanultunk először. Elég egyszerű lesz a történet. Nem tudom, eláruljuk a titkot, vagy hagyjuk egy kis Google keresésre? Nem is kell Google keresni, a megoldás két layer megnézésre állítható össze. Ugye most az a szükség, az a feladat. Nem, ez nem az. Anonymous lesz. Jó, a segítség az, hogy a homepage és az Anonymous layer kell hozzá megnézni, annak a layer újját, és akkor ki lehet állni, és hogyan működik az egész. Tehát ugye most a feladat az, hogy van egy layerünk, alapból, ami a nyitólapra vonatkozik, tehát mindent, amit arra a layerre rakunk rá, az csak a nyitólapon fog megjelenni. De nekünk vannak egyéb lapjaink is, mondjuk, ha nem hoztunk létre, akkor nincs, de mondjuk a legegyszerűbb az, ami a jelszó módosító lap, tehát hogyha be vagyunk jelentkezve, akkor itt alul a saját felhasználó nevünkre rákötítve egy ilyen jelszó módosító lap jön fel. Tehát ha másunk nincs, ez egy másik lap, és ez nem a nyitólap. Az ez a feladat, hogy egy olyan layert hozunk létre, ami
csak az ilyen aloldalakon jelenik meg, és egyedül a homepage-en nem. És mondjuk rakunk bele egy HTML widgetet, hogy lássuk, hogy tényleg működik. Tetszőleges tartalommal. Úgyhogy akkor hajrá, ha kérdés van, akkor segítünk. Jó, tehát látjuk, hogy mindössze annyi volt a dolgunk, hogy hát vagy trükkösen megszerkesztettük az eredeti homepage layer-t, és annak a szabálya elé oda tűzeltünk egy notot. Hát vagy létrehoztunk egy újat, és az itt látható layer volt megadtuk. Úgyhogy ez lett volna a feladat, mindenkinek sikerült. Szerintünk, vagy mi azt gondoltuk, hogy már ennyi talán elég is lesz. Ennek is lehet még némileg ülepednie. Úgyhogy mindenkinek megköszönjük a figyelmét ezen a késői órán, és akkor nevetek látunk jövőre.